a tiszafüredi termelőszövetkezetek történetét és az egykori dolgozók visszaemlékezését tartalmazó helytörténeti sorozatunk 5. része következik. Ezúttal a Tiszaörvényi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 3 egykori dolgozóját kereste fel dr. Kriston Mihály. A sorozat elkészítésében segítségünkre van Bodó Árpád, aki fotógyűjteményét bocsátja rendelkezésünkre. Szívességét ezúton is köszönjük. Nagyon örülök, hogy ilyen jó hangulatban kezdhetjük, vagy folytathatjuk a beszélgetést. Köszönhetnék úgy is magukat, hogy dicsértessék, mert hiszen ezt a beszélgetést, ezt a templom kedve találtuk ki, hogy majd le fogunk ülni, és ugye a régi világról beszélgetünk benne a TSZ-ről. Ez egy Olá Istvánéknál vagyunk, aki oszlopos tagja volt a Hálmánkató TSZ-nek, a férje is, Pista. Igen, igen. Annak idején én mindkettővel dolgoztam együtt. Itt van Cecil néni és Klára asszony, akit én most volt módom, pedig én nagyon sok mindenkit ismerek, tudomásul venni, hogy ő Szabó Árpád néhai főagronomusunknak a testvére. És hát ugye Cecil nénit se kell bemutatni, ővel pedig egyéb vonalon találtunk közös ismerősöket. De abból a szempontból is örülök különösen az, hogy Cecil néni itt van, mert ugye a 90-en túl azért mégis nagy idők tanulja és sok mindent el tud mesélni. De ugyanakkor látom itt ezt a terülyasztalkámat, és úgy gondolom, hogy szívesen látnak bennünket. Igen, és poháról. Igen. De lehet fogyasztani, de igen. Hát akkor nem lehet beszélni. Szívesen látnak bennünket, meg egyúttal gondolom szívesen is beszélnek a múltról, mert hiszen az egy nagyon lényeges dolog. Említettük az előbeszélgetésbe, hogy feleségemnek volt egy tiszafüredi keresztanyja, Szígyártó Tórnak a lánya, és amikor az én feleségemnek a nagybátyja meghalt, akkor azt mondta, fiam, nagy baj van. Most már, ha elfelejtek valamit, nincs, akitől megkérdezem, mert eddig fölhívtam Kálmánt, és megkérdeztem tőle, hogy mi van. Én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget toljuk későbbre, és legyenek olyan emberek, akitől még meg lehet kérdezni, hogy hogy volt valami. Ami még van egy kicsit. Ami még emlékezik. Amire emlékszünk. Semmit nem akarunk kronológikus sorrendben állítani, csak kinek-kinek az emlékét. Így Cecil nénitől kérdezném meg először, hogy az előbeszélgetésből kiterült, hogy 48-ba került Füredre, amikor én születtem tulajdonképpen, tehát elég régi idevaló és tőzsgyökeressé vált tulajdonképpen. Hát igen, régen itt vagyok. Igen, és azt kérdezném meg, hogy azokban az években, tehát a fiatalkori éveiben, ez az 50-es években, amikor már nem volt 10 éves, hanem 20 felett volt, akkor milyen volt itt Örvényen fiatal asszonynak lenni? Hát nagyon, hogy mondjam, talán azt mondhatnám, hogy nem volt így nagyon szép, mert tele voltunk a beadással. Igen. Úgyhogy a Bósaméknek akkor még volt a boltjuk. Igen. Ez vagy 3-4 évig, mikor idejöttem. Aztán volt nekik egy kis földjük, mert apósa még cselédek voltak a Csigetanyán. Igen. Ott volt apósa milyen tanyagazda, ugyanúgy a gyerekek hárman voltak. Igen. Testvérek, a férjemek, és nekik minden percekbe volt osztva a dologra, úgyhogy igen, betanították őket jól dolgozni. Igen. És hát ott meggyarapodtak, ott laktak 15 évig. Ez melyik volt ez a tanya? Csiketanya, Igar mellett. Igen? Gréfli tanya volt. Úgy jó, igen. Gréfli tanya. Igen. És hát a katonaságnál ismerkedtek meg. Igen. A Gréflivel, mert apósom huszár volt, Gréfli is az volt, ő volt a tisztjek, és mikor fogságba kerültek, azt mondja, hogy ebbe kerítették őket, és apósomnak az első volt, hogy leszaggatta a rangjelzést. És mondja a Gréfli, hogy mit csinálsz? Hát azt mondja, hogy maga lesz az első, azt mondja, akit lelőnek, hogyha meglássák a rangot. Igen. Mert nem fogom már felejteni, Rudi. Uh-huh. Hát azt valamikor hazakerült, mert apósom 6 évig volt. Fogságban. Szibériában. Igen. De sokat mesélt róla. És hát ott laktak a tanyán, úgyhogy ők vettek itten a, vagy 10 holdföldet. Uh-huh. Hát a legtöbb a szőlősi határban volt. Igen. Aztán
mindent ugye erre rárokták, még a bauttal együtt, meg az még dupla beadás, úgyhogy amit dolgoztunk, pedig a beadásnak. Az hova kellett, minden a beadásnak. Vagy hova kellett vinni a beadást? Hogy ütötték? Füredre a termény. Azt hittem, hogy ott, ha jól emlékszek, a vásártér, illetve a tér. Állomás. Hát, az állomás, kint az állomásnál? Az állomásra vezetett az az út, ahogy lefordulunk. Oda kellett a terményt vinni. Oda kellett, hogy volt a piac. Piac tér, de a terményt, az ki az állomásra? Én úgy nem az állomásra, nem. Volt egy termény átvéve, Ugrai volt akkor ott, az dolgozott. Na most... Mi van szembe Istenemnek? A benzinkút. Volt egy, volt ott egy magtár, nem? Nem az? Igen, egy magtár volt. Labac Józsi bácsi lakott azon a környéken. Én nem ismerem Füredet. Jó, nem baj. Na, Ugrai volt, aki átvette tőlünk, oda kellett szállítani a sok termet. Kaptak C-jegyet, adtak rá. Arra lehetett olyasmit vásárolni, cserepet például. Cserepet, mikor... Ne felejts, út és vajgyárú csart téglát, meg ilyen anyagokat, igen. Amit nem lehet másképp, igen. És ez a rengeteg beadás annyira megölte az embert, hogy bizony 10 évig ott laktunk, de abból nem volt semmi haszon. Csak igen. Annyi volt éppen, hogy éltünk. Igen. És hogy írták jóvá a beszolgáltatást? Papíron kapott róla valami papírt, igazolást? Mert volt ilyen kis könyv, hát ennyi meg van. Még volt. Elszaggattuk utána, kár volt, mert azért sokat bizonyítana, de rettenetesen. Annyi, nem tudom, meg volt írva, hogy hány hízott kacsa, nem hány, hanem hány kiló hízott baromfé. Akkor sértés, tudom, azt egyszer egy ilyen pánnyvás malacot vettünk, mert nem volt annyi, hogy leadjuk a hízót, hogy azt egy bizonyos időre le kellett adni, azt anyáról vették meg, anyósom még. Az pányván volt. Igen. Olyan keservesen lehetett kivárni, hogy még el is szabadult egy alkalommal. Alig súlya tudtunk, legyen. Alig tudtunk megfogni, úgyhogy még ki legyen az a 110 vagy 115 kiló, nem is tudom, attól addig vették át. Akkor még tehenet is adtunk beadásba. Hát az már olyan kiszuperált tehén volt, úgyhogy nem alkalmas otthon. Igen. Még ökröket is adtunk le, akkor anyósomnak a testvére, Koroknai Józsi. Igen. A övé volt a Hableán. Igen, mozi. Igen, a mozi volt valamikor. Anyósomnak a testvére volt. Hát úgy adták be, hogy önnek is jusson belőle, az ökröket leadták. Nagyon sok probléma volt ebben a beadással, nagyon. Úgyhogy minden volt alkalom, hogy annyi krumplit adtunk be, hogy egy kaskával maradt nekünk. Igen. Mindenbe kellett. Több adni. Mázsát, ami termét mind beadtuk, hát azután aztán mind vettük. Hát ugye az volt a vers, hogy kell a pestieknek, kell igen, őket. És bizony a beadás azután kiszabták a fejadagot. Igen. Már nem emlékszek rá, de azt hiszem, hogy a férfiaknak 2 mázsa volt a fejadag búzából, igen. A nőknek meg 180. És... Hát annyi búza lett, csak hogy a beadást majd csak nem futotta ki. Egyekre mentem, mert ott nagyon sok volt még a maszek. Igen. És ott vásárolt anyósom búzát. A boltnak a hasznából, akkor már bolt működött? Nem. Hát a nagy kereskedőket is bezárták, úgyhogy már később árut sem nagyon lehetett kapni, mert a Bikába ment a nagy kereskedelmi, minden boltot oda összpontosítottak, oda kellett menni. A Füredi Bikáról van szó, tehát ami most a zeneiskola meg a hát akkor úgy mondták, hogy Bika, hát igen, most nem... Igen, így szálloda volt. Igen, és oda összpontosították, azután oda mentünk, hát nagyon keves árut lehetett azután, meg sehogy se. Igen. Aztán, szóval el
lehetetlenítették teljesen a sort. Nem tudom, akkor mink eljöttünk 57-ben, építettünk egy másfél szobás kis lakást itt a Béke utcába, igen. Mert kaptunk földet, vagyis portát osztottak. Ugye igen. Legelő volt itt igen. A falu fél. A vájkos. Igen, nem a vájkos. Nem a vájkos. A vájkos orra lejjebb van egy kicsit. Igen, az meg egy utcával arrébb van. Bocsánat, tudom. Itt van mindjárt, volt nekik a házok, tetőjéknek. Tudom, a második ház. Nem, ahogy menjünk lefele. Igen. A Varga Laci tetszik ismerni? Igen. Na, abban szemben van. Abba. Na, mi itt kaptunk egy portát, és arra építettünk, majd 10 év múlva beleköltöztünk onnan, és ott próbáltuk kezdeni az életét, de a végén mégis kisebbnek bizonyult anyósom, elöregedett apósom, meghalt, és csak visszamentünk oda. Uh-huh. Ugye minket már akkor megszoktak, a gyerekek is ott nyöltek fel. Aztán majd csak mikor mentem el dolgozni? Hát Rudi, ő elment dolgozni, a vízügynél dolgozott, kubikos volt. Ott hagyta, hát föld nem maradt, igen. Azt is elvették, ugye 59-60-ban. A nyomodóni, tessék ide jönni. Tessék? A nyomodónének mondom, hogy jöjjön ide. Igen, és azt elszedtek mindent, és én is elmentem. Majd egyszer leszerződtem, a TSZ-be elmentem. Az mikor volt? Szerződés. Hát én nem is tudom. Akkor nem tagnak lépett, hanem csak szerződés? Először csak szerződés volt, igen. Egy évig, aztán beiratkoztam. Másik évben már beiratkoztam. A belépéskor, amit újra szerveztek, az ott mindenki tag volt először. A legelején. Aztán később viszont már úgy történt, hogy felvették alkalmazottnak szerződéssel, és akkor egy idő után lehetett kérelmezni az etőséghez, hogy tag legyen. Egy évig, doktor úr, igen. Egy évig, akkor csak egy fél hordföldet kaptunk, és mikor a másik háztáiba, másik éve, mikor már megálltuk a sarat, meg ugye tudtunk dolgozni. Hát Ilonka volt, ő kezdett. Igen, és akkor utána már, akkor a másik évben már akkor úgy volt, mint tagnak vettek fel, és akkor már megadták. Volt-e ajánlója, kellett ajánló akkor, hogy felvegyék? Nem csak egy kérelmet kellett csak írni. Csak benyújtottuk a kérelmet, és akkor utána annyi, hogy felvették. Hát először ugye nem kellett, akkor se csak jelentkeztünk, felvettek bennünket, akkor egy évig dolgoztunk, és akkor mind ilyen, így mondták, hogy ilyen, hogy na, tudunk dolgozni, vagy nem tudunk, vagy igen. Csak azért menjünk, hogy a háztáji földéhez, de mivel ugye mentünk állandóan, mert bizonyos időpont volt egy jó nap, hogy hány napot kellett dolgozni. És maga hányba került a TSZ-be? Én 64. január 1-én. Akkor már Dózsa TSZ-be került? Már akkor jelentkeztem. Akkor de Dózsa TSZ-be? Igen. Ugye, mert tulajdonképpen 50-ben alakult az első Dózsa TSZ. Igen. És az ment aztán tovább. Apusom már akkor ő abba volt az 50-es évben. Igen, és akkor 59-ben lett akkor már egy újra Dózsa TSZ. Igen. Mert igen. Előtte volt egy új élet TSZ. Igen, akkor, mikor a Dózsa TSZ volt itt a Dörvény, illetve a Templom utcában volt a TSZ irodája. Igen. Komlósi Féleházban volt ott a ide. Ahol később Pető Bandi, meg Tóth Jóska lakott, nem ahol? Nem. Az a másik oldalon van ott, ahol a Margitka, ahol lakik, aki főz a szakács, abban az utcában körülbelül a harmadik ház, vagy második ház. A negyedik. Na mindegy, na ott volt a teljesen irodal. Nemes Gyuri bácsiék után. Igen. Ott a Komlós Féleházban volt a teljesen irodal. Akkor volt Ambrus Józsi, meg Kacsal Imre, meg Pintek Józsi volt a pártag. Ő volt Kacsal Imre, a kerékpáros postás volt már igen, abban időben. Csak később. Azt nem tudom pontosan, doktor, hogy Gacsal Imre volt a teljes elnök, vagy Ambrus? Gacsal Imre, ez Gacsal Sanyi bácsinak testvére volt, Igen. Ő volt a teljes elnök. Ugye, hogy ő volt, rémlik az nekem, hogy ő volt a teljes elnök, Gacsal Imre. Na, azt tudom, hogy Pintek Józsi, mint pártitkár volt, egy nagy,
hát úgy mondva magyarul kommunista volt. Igen. És hát ő, hát meg mondom, Kozsel Imre, Ambrus Zsóska, meg még egy füredi, azt nem tudom a nevét, azt elfelejtettem. Hát majd kiderül. Tehát annyit azért csak elmondunk, volt egy új élettéhez itt, egy virágzása volt 52-től 56-ig, 56-ban feloszlott, aztán 59-ben újra alakult, de rögtön csatlakozott a Dózsához. Tehát a történelmi alapon ez körülbelül így volt. Na most a Liget úton, ahol az apa istálló volt, az utolsó ház, a gátövibe. Ja, igen, igen. A jövőbe, a Tóthjóska féle? Nem, itt a Liget út, ahol Frejes Franciska is vele szemben volt. A hablánynak a fara. Ja, abban volt a legeltetési bizottságnak a, most volt egy nagy istálló is. Igen. Hát az állatok, minden ott nevelték. Az akkor majd a legeltetési bizottság után csatlakozott a TSZ-hez, mert ugye azt átvette, a Szabadföld vette át a legeltetési bizottságot, de szerintem ez az épület meg a Dózsához került. Igen, igen. Na úgy kerültünk oda ki, oda. Már amikor teljes tag, mert nagyjából már összeházasodott Füred Örvényen a teljes, akkor itt ott a Füredi, illetve a Szőlősi úton a nagy teljes iroda, oda kellett bejárnunk. Szőlősi úton? Szőlősi úton, az idén a Kuntellyel majdnem szerint. A Ligari út. Igen, vagy a Ligari út. A Ligari út. Bocsánat, akkor Ligari út. Az a Hámán Katónak volt, ugye, az 69-ben volt a nagy házasság. Igen. Akkor csatlakozott a Hámán Katóhoz az Örvényi Dózsa. Mert sose felejtem, mert mentünk ki nőnapra, Matild, Manci, hát ugye a Csirketelepről. Egy maradt ott, meg a tanyagad, a Delegő Bukta, András bácsi. Uh-huh. És akkor mentünk akkor ott ki a Dózon, és ugye mentünk ki a TSZ irodára, ugye a nőnapot megünnepelni. Hát ugye mind mentünk sorba ki, mind a, uh-huh. a bírfejetet. Most nem vártuk be az indexet. Igen. És ugye meg kellett volna állni, és nem vártunk még egy se rendőr, még leállított bennünket. És akkor meg akart bennünket büntetni. Azt mondja, Matild, ne csináljam már ilyet, pont nőn, akkor hát ajándékot kéne adni, nem muszik még büntetni. Hát dőre nem tudja, ki volt? Nem tudom. Ha jól emlékszek, aki mindig a cigányoktól félt, az Erdei, vagy nem. Erdei Gyuri bácsi? Igen, azt mondja, na jó van, akkor menjen ide, azt mondja, a legközelebb volt stop van, ott álljanak meg, mondom, hogy mit jelent az a stop? Na, akkor eszembe jutott egy név. Hokkáné. Él még. De nem az. Nem az. Nem. Dehogy Hokkáné. Hokka Florine. Nem az. Baszorkány. Pásztiné. Jó. Pászti Lajos bácsi felesége. Böske. Józsi bácsi. Igen. A felesége. Pénztáros volt már a közös álmakatúrva, ez az itt lakott a szélen. Igen. És ő nem volt benne a Dózsában? Dózsájezben? De. Volt? Hiszem, hogy ott is könyvelő volt. Ott is könyvelő volt. Igen. Ott is könyvelő volt. És akkor az öreg is benne volt, Józsi bácsi? Hogyne. Ő mert kertészként, később kertész volt a Domaházán. Igen. Mind a ketten ott dolgoztak a Dózsában. És akkor a Katalin Majorról azt kérdezném, hogy kiről kapta a nevét? Én próbáltam volna utána nézni, és... Hát ezt én se tudom megmondani, doktor, mert azért, hogy mikor amikor oda jelentkeztem, mert hát ugye ez a Szabó Sanyi volt a kertészet brigádvezető, úgy. Nevetett Cili előre. Aki később Maszek kertész lett, nem? Igen, hát ugye... Barács úton vagy, Szabadság úton lakott, azt hiszem. Igen, és akkor hát mindig kitolt velünk a Dörvényiektől, hát én azt mondtam, hogy már ezt nem lehet bírni. Én, Bözsi néném, meg Juliska, Tóth Juliska, négyen bementünk a Kocsor elnökhez, elnök úrhoz. Mert Sanyi úgy 9 óra fel, 8 óra akkor, mikor kimentünk, be is álltunk a sorba, egyszer jön Sanyi előre, azt mondja, hogy na azt mondja, maguk négyen ne álljanak be a sorba, ki kell menni a korlátra dohányt kapálni. Uh-huh. Mondom, Sanyi, előtte kellett volna szólni, mert hát egy akkor Máti óvodás volt. Szólnom kell, hogy valaki vigye haza a gyereket, mert onnan a korláttól elindulok kell egy óra 26 óra, de én gyereket volt csavarok. Igen.
Mondom, kiskorú, nem megy. Mondom, én nem megyek ki. Hát, hogy tovább kapáltunk, azt mondta, ne kapáljak, mert úgyse lesz beíró nevem. Azt én felfogtam a kapát. Most anyja, nem megyek, te vágom fel. Mint akarod, hogy előlem. Hát megmondta, hogy a gyereket kihagytam az útra. Na, én azt fogtam a biciklit, bementünk akkor négyen az elnökhöz, kicsit az elnök, és azt mondta, igen, és igazam van ennek a négy asszonynak. Este, amikor elindulnak haza, akkor értesíteni kell, hogy mikor hova, hogy mennek dolgozni. Mert a gyerekről, de sőt, akkor megmondta az elnök, hogy akinek kiskorú gyereke van, nem is szabad lenne elküldeni ilyen távolra a gyereket. Vagy szállítani kéne, mert az előtt ugye vagy gyalog, vagy biciklivel, vagy legfeljebb lovaskocsival vitték. Nem vittük velünk ezt soha sehol. Se kocsival, gyalog mentünk, még biciklivel. Na, pontosan. Így van, azzal meg mégiscsak út oda is, meg vissza is. Hát igen, igen. Na és így ott akkor Sanyinak nem voltam kedvelt dolgozója. Igen. Na és akkor én Matild ugye itt lakott nem messze a csatornánál, azt mondom, Matild, akkor ő dolgozott a tyúk, meg a csirke telepen. Mondom, nem vesznek fel véletlenül valakit, mert mennénk oda. Igen. Azt mondja, de most kéne kettő. Akkor szóltam tetszélnek is. Mondom, hogy menjünk oda dolgozni. Igen. Mondom, állandó, nem kell, hogy ide megyek, oda szaladgálok, tudjunk, hogy hova menjünk, azt jó. Igen. Hát ő rá lett. Azt úgy vittem el őtet oda a csirketelepre dolgozni, de aztán közben ő eljött onnan. A betegségben nem bírta azt a... Hát zsákolni kellett keményen. Nem a zsákoláson volt, hanem ezt a formalint. Formalint. Olyan formalint? Igen, nem bírta. Nem bírtam a fertőtlenítést. Előtte annyira beteg voltam éjszaka, hogy egész éjjel ültem és köhögtem. És akkor elhatároztam, hogy többet. Jó, hogy csak úgy járt, mert a formalintól még szaruhártya is elhalhatott volna a szemében. Aszmás vagyok. Az és úgy, hogy akkor ő eljött, utána jött ez a Tótné a helyére. Ez a szőlősi úton lakott, ez a Tótné, nem? Igen, ott a lájék a szembe. Tudom. Na és akkor jött oda, úgy jött oda dolgozni, de csak nem lett, mint magánegészségére, nem magány, hanem csak dolgozott a TSZ-be, tejkezelő volt. Akkor tejkezelő lettem, hogy hát meg onnan ne menjek el, Géza kitanálta, mert igen. A csarnokban is hiány volt, eljött akkor az a Marika onnan. Igen. Nem tudom, valami akkor szabadságra. Nekem jó, hogy jött ki. Akkor Deliné előtt volt tejkezelő, nem? Akkor... Deliné ott... majd lett később. Deli mikor nem, ő... Én már bocsánat, Deliné csak ott volt tejkezelő. Ott a Katalinban. Katalinban tejhenek, amikor lefejtik, akkor még átszült a tejet, még lezárta, még felét, hogy mennyi volt. Ő csak ott volt tejkezelő, már és akkor nem volt. Maga hol volt a itt tejkezelő? A az Örvényi csarnokban. Igen, az Örvényi csarnokban, de oda hordták a tanyáról is. Az Örvényi csarnok vette át a tanyasi tejet. Igen. Aztán ott voltam egy, körülbelül egy... A Jenő tanyasit? A Jenő tanyasi tejet? Vagy melyik tanyáról beszél? Nem, innen. A Katalinból. Azt is ott kellett átvenni. Igen, ott kellett. Oda vitték, és utána úgy vitte el. Úgy vitték be Füredbe. Ja, először még a régi... Vajgyárútól lévő tejüzembe vitték, nem a Kuntejbe. Hát az én már nem tudom. De, oda voltak. Pálfi nevezetű volt a főnöke, oda kellett vinni. Oda vitték be, kannába, aztán körülbelül egy évig voltam ottan, az jó, hogy ott akkor nekem, mert Edinek akkor született a baba. Aztán az jó volt az a kis napközi szabadság. Tessék, azután ott hagytam. Ugye az annyira kötött volt, az hétköznap, se vasárnap, se hétköznap nem volt. Még így visszajártam oda a szállításhoz, meg ilyen dolgokba, de már a trágyázás, meg a fertőtlenítés, az már nem tartozott. Mennyi literek voltak napjában körülbelül, amit vittek? Hát ott a kannaszámra lehet, satszolja meg. 10-12 kannával volt mindig. Mennyi? 10-12 volt biztos. Még azt hiszem, még több is volt. Több, nem, de én csak így jó hasamra vártam. Sok. Gyűjtötték, vagy szeparálták is? Nem. Csak kannával? Nem, csak úgy magába átvettük a kannát, beírtuk, meg hozzáírtuk, meg az Örvényi tejet külön, azt a
Igen. Én számoltam el, a tanyasi tejet még csak be. És ki volt a szállítója, ki volt a kocsis, vagy nem tudom, mivel vitték autóval? Kovács. Kocsi volt. A Kovács, tanyasi kocsi az vitte be. Ugye? Tessék? Pistinek hitte, Kovács Pisti, vagy... Jancsi, vagy mi? Nem, Sanyika. 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 Sanyika? Sanyika. Ez a... Kovács Sanyika. Kovács aki, Sanyika. Igen, igen, ő volt. De fiatal gyerekként a... tulajdonképpen. Nagyon aranyos volt. Tudom, annak volt a lova. Kis Csikója, kis Csini. Tasi Gézával. Úgy feküdtek, leterítette a kabátját, és úgy feküdtek együtt a Csikóval, összevetették a hátokat, mint két gyerek, és annyira minden beadott neki enni. És begyött később, mink is adtunk neki cukrot, és begyött oda a pihenőnkre, zörgetett a babakon, a Csikó. Két strom gyereke lett neki, úgy tudom, igen. Igen. Hogy hívják, vetődött fel, Tasi Géza? Igen. Ő benne volt valamelyikbe? Benne, ő ebben volt, a Dózsába. A Dózsába benne volt. Dózsába, persze. De itt is, benne kocsis volt, ő is kocsis igen, volt. Igen, majd később a lóistállóból hazafelé menett sajnos balesetet szenvedett itt a Ivari úti keresztül. Igen. Ott valamikor egy kis kocsma volt. A Rózner kocsmája. De akkor nem volt benne itt van. Nem volt benne itt van. És sajnos én láttam, amikor tették bele a fekete zsákba, mert annyira összetört az autó. Borzasztó volt. Nézi. Valami busz ütötte el, azt mondják. Igen. Hát, amilyen a beszédje volt, olyan volt a közlekedése is. Pontosan. Olyan, mint minkor mentünk nőn akkor. Hazafele. Igen. Vagy nem tudtuk, nem indexel. Azt mondta, hogy majd megáll az a busz, ugye. Azt mondta, majd megáll. Mert mondták neki, nem indulj már el, mert jön a busz. Hát majd megáll. De sajnos nem állt meg. De annyian voltak a temetésén. Hát mindenki ismert. Hát mindenki. Nagy, jó lelkű volt. Ő akkor kocsisa volt már itt az Örvényi Téjesznek, és az öregeknek, mindenkinek ő hordta be a búzáját a malomba őrölni. Igen. Neki nem kellett segítség, úgy felkapta azokat a zsákokat, mindenki nagyon erős. Ismer, mindenkivel jó indulatban. És nem fogadta el még a borravalót. A borravalót nem fogadta. Pedig nem gazdagon élt. Öregek. Igen. Öregek, kérdeztük Gézát, amikor a TSZ-ben voltunk, és aztán ott dolgoztunk, hogy Géza, azt mondja, hogy neki nincsen zár az ajtónk. Hát, Géza, hát hogy lehet úgy aludni? Azt mondja, ilyen badzakos kalincsom van, hogy még ráncsuk, az kinyílik. Igen. Hát azt mondja, hiába megy oda valaki, azt nincsen ott mit ellopni. A pénzem még itt van a zsebemben. Ezt meg elköltöm, de nagyon jó lelkű. Igen. Mindezért a munkák, és akkor Klárika mondja, hogy mit csinált. Hát én is csak annyit tudok mondani, hogy malomba hordta a búzát, erre emlékszek, ilyen kis ugaros. És maga munkája mi volt? Hát én is dolgoztam a tyúkháznál, de én 60-ban, meg 61-ben, 62-ben. Ó, ez csoda dolog, ez a kezdet. 8. dolgozva az édesapámnak a munkahelységére dolgoztam, megkérdezték, hogy hát lehetséges-e úgy, hogy én bedolgoznék az ő nevébe. És ugye több lett a munkahelysége, ugye ezt így a járadék is több lett, de viszont én nem kaptam háztáji földet, mert ugye én segítő családtak. Juhász Sanyinéval voltunk első évben, mint tyúkászok, akkor csak tyúkokat neveltünk. Bözsi néni, úgy ismerjük. Lehet, hogy hát nem tudom. Tetszett is? Juhász Elekhez van köze? Nem. Nincs. A sógornője Cecil nénémnek. A Bözsike néni, meg a Cecil néném férje édes testvérek voltak, és ő már özvegyasszony volt, van két gyereke, már csak volt, mert a lánya meghalt, meg Sanyi még ő él, hál' Istennek, és ugye ő neki magának kellett nevelni azt a gyerekeket, ő vele dolgoztunk ketten. Úgyhogy a másik évben csirkét és tyúkok is voltak, harmadik évben meg kertészetbe. És egy naponta mi volt a munkaegység? Egészet lehetett teljesíteni? Egész munkaegységet? Hát mert ugye a norma gyűjteményben minden munkának meg volt, hogy mi az értéke. Mi oda ugye még munkájé mennyi munkaegységet. De ezt már őszintén megmondom. Akkor azt mondja meg, hogy és mi pénzt kapott, mikor érte? Bort kaptunk, még pálinkát, meg szalonnát, nem? Hízott vágtak, akkor húst, vagy szalonnát. Már nagyidi munkaegység. Igen, és akkor beírták valahova? Volt egy kis könyv, egy ilyen tagkönyv, nem? Hát lehet, de
Bár, de nem gyerek, hát én a brigádvezető írta fel, és akkor önálló volt. És akkor, tehát havi kereset úgy nem létezett, pénz? Nagyon, nagyon évvégén volt, amikor évvégi elszámolás, akkor kaptak egy pár forintot. Vagy nagyon ritkán, amikor havonta, ha éppen olyan volt a teljesítmény a TSZ-nek, hogy maradt meg pénz egy kicsi, de akkor az csak pár forint volt. Hogy épp a paprikára, meg a sóra. Igen, na most de. Már más beszélgetésben elhangzott azt, hogy dohánytermelés, meg cukorrépa. Igen, olyan és ugye annak volt, a kifizetése igen. Úgy volt, hogy dohány, cigaretta és pénz, igen. Cukor és pénz, hogy ez maguknál volt egy. Nem. Hát csak cukrot kaptunk. Mert ugye abból a pénzből esetleg lehetett volna adni, de hát mivel gondolom, másért is fizetni kellett, nem azok az első, hogy nem volt a TSZ-nek, nagyon kevés pénz volt a TSZ-nek, úgyhogy cukrot kaptunk. És akkor ezért otthon kellett dolgozni, hogy mégis a betevő meglegyen. Hát igen, tartottunk, jószágot tartottunk, ugye, és akkor ugye tehenet, akkor vittük a tejet a csarnokba, és igen. Akkor volt pénzünk. Nekem volt egy olyan ismerősöm, egy TSZ-tagnak a felesége, aki tulajdonképpen háztartásbeli volt, mert abban az idősakban az asszonyok nagy része mégiscsak háztartásbeli volt, ami nem munkanélküliséget jelentett, igen. Hanem a családot el kellett tartani, a gyerekeket nevelni, a konyhára, az asztalra tenni bármi, meg még mellette aprólékkal, hízóval, tejjel foglalkozni, igen. És akkor a tejből, tojásból, igen. Aprólékból ki lehetett, pénzt lehetett csinálni, piacra kivitte, vagy elmentek helyébe, vagy zöldségből, bármiből. Igen. Tehát nagy okosnak kellett lenni a házi asszonynak ahhoz, hogy az asztalra lehessen tenni, és pénz legyen, amire kell. De mennyit kellett érte dolgozni? Hát igen. Belterületünk volt a páskon, abban voltak gyümölcsfák, és akkor igen. Szóltuk még a piacra. Igen. Ebből volt pénzünk. Hát ugye annyiból érdekes ez a dolog, hogy szinte minden TSZ gondoskodott abban az időszakban, nem tudom milyen politika alapján, hogy gyümölcsöse legyen. Ültettek. Szőlő, gyümölcsös. Zártér. Hát ez még a 70-es években is egy csomó igen. Maradék volt, szőlős mert volt. Ugye itt is volt, ahol a szőlő volt, igen, ugye igen, a törvényi igen. Szőlőknek a folytatása, vagy még a borházra emlékszem, igen. Hogy ott volt, és annak az aljában volt a Berci Szilva, tulajdonképpen igen. A legész egy csomó. Abba is dolgoztam. Még igen. Most is tám, meg van a Szilva. Kálmáné lett, annak idején Gulyás Kálmáné. Igen, akkor most most vagy ugyanígy a Kolláton, vagy a Katalin Majorba, igen. Ugye a Jonatán Almát, Cseresznye. Igen, meg a Starking Almák, meg a mi út az almafa, melyik télen eldélték. Ez a fehér alma volt. Mindig Sovári alma, vagy Sovári is, igen, húsvéti rozmarin, Daru alma, igen. Akkor volt a Csörgő alma, igen. Meg a Szentannai alma. A picike kis körte. Igen, ez a, igen. Árpával, búzával érő kör. Ezek voltak azok a legkapósabbak. Az ártéren voltak ezek a gyümölcsfák, lent az ártéren. Volt az ecsen. Hát ugye akkor még az ártér meg volt. Igen, a kaposomnak is volt. Nagyon szép volt a fák. Gyönyörű volt, mert igen. Ott meg ugye, nem, hogy mondjam, egyfajta termelési dolog volt, hogy a szilvapára futott fel a szőlő. A Kanada, meg az egyéb fajták, igen, Oportó, igen. Budai gohér, meg a nem is tudom milyen fajták léteztek. Igen. És ugye, amikor jöttek hazafelé, akkor egyúttal mindent hozhattak. Minden és ez, mondhatnám, hogy ebbe 30-adja lesz, mert egy gyönyörű éléskamrája volt. Bizony, bizony. Nagyon sok szép gyümölcs volt, és rendezett volt. Én visszaemlékszem rá, hogy a fák alját mindig kaszálták kiskaszával az emberek, és abból kijött a széna is, ugye, igen. A jószágoknak. Igen. Mert volt, még ki is volt adva, hogy sorra ki voltak adva, hogy most ez használja, vagy agy használja. Kinek mennyi tehene volt. Meg igen. Akkor ugye szedjük a kinek hogy volt ismerettsége, ott annyit vállalt, meg annyit kaszáltam, mennyit akart. Hát mert lehetett, volt. Lehetett. Igen, igen. És azt meg vitték a pálinka főzőbe is, akkor ugye főztek pálinkát, és ebből volt, amit adtak a munkaegységre pálinkát. Így van, így van. Általában volt egy pince. Ott is, lehet. Ahol ezeket eltárolták, és amikor hát a Jenőt anyán volt eltárolva, Boris meg a... Igen. Lehetséges, mert ott anya, volt. Ment. A végén bent a piac téren is volt egy pince, ahol ez volt. Biztos. Na mindegy, ez már a szórakozáshoz tartozik. Azt mondja, hogy voltak-e olyan rendezvények, amelyikben mosolyogtak, vagy szórakoztak
Nők voltak-e napja. Alkalmak? Nők napja. Én nem emlékszem. Találtunk, majd lesz is valahol ebből feltett kép, hogy a május 1-e, augusztus 20-a ünnepelve volt. Jó, hát ez kötelező ünnepség volt. Igen, kötelező. Vonulni kellett. És én már ennek részese voltam tulajdonképpen, de nem az elején. És volt az elején egy olyan benne, hogy a május 1-e vagy augusztus 1-e, akkor megyünk. De ennek volt egy másik oldala, hogy akkor volt sör, meg volt birkapörkölt vagy sertéspörkölt. És ugye a végén eljutottunk oda, hogy már előre ki kellett osztani a sörjegyet, meg a birkapörkölt jegyet, hogy kimenjenek az emberek. Tehát már a vége felé úgy nézett ki, hogy nem igazán akart a nép vonulni. Így, ahogy tetszik meg. Tehát, hogy kiveszett ez a, hogy mondjam, közösségi gondolkodás, legalábbis ebben az értelemben, hogy erre gondolok. De a nők napja az számomra is mindig emlékezetes volt, miután dolgozni kellett, mert a nőnapra a vezetőknek kötelező volt megjelenni. Mert hogyha ott zenekar volt, táncolni kellett, és a nők nehogy szégyen szemre egymással táncoljanak. Persze ilyen is volt, mert kevés volt a férfi, de én emlékszem a másnapi izomlázakra a nőnap után, mert a lány hölgyválasz volt. Igen. És nem lehetett ülni. És akár a vadászba, akár a vendéglőbe, sok helyen megtáncoltattuk az asszonyokat. Hát ez egy szép gesztus. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani világban már nem nagyon érvényesül, mert ha megyünk tovább, és akkor ugye odáig eljuthatunk, hogy ugye 69-ben a Dózsa csatlakozott a Hálmánkatóhoz, 73-ban szintén a Hálmánkatóhoz csatlakozott a Kócsi Petőfi, miközben 69-ben ugyanúgy az Új Erő, Új Úton és az Úttörő TS csatlakozott a Szabadföldhöz, és majd a végén 75-ben a Szabadföld és a Hálmánkató egyesült. És 75 januárjától dolgoztunk együttesen, és hát ugye egy Kovács Gyula nevezetű TS elnöke lett a szövetkezetnek, aki majd később, amikor a 90-es években elindult a törvények szerint a vagyonfelosztás, akkor kiderült, hogy ő volt a legnagyobb vagyongyarapító, ez a Kovács Gyula. Hát nyilván azzal a szakember gárdával, aki akkor dolgozott, de ugye én ilyen emlékeim vannak, hogy azért a 701 néhány tag mellett volt ugyan 120 úgynevezett improduktív munkaerő, annak a fele szakvezető volt, a másik fele adminisztrátor, és hát most mondhatnám, hogy szomorúan tapasztaljuk, hogy az a 700 embernek már nem ad munkát a mezőgazdaság, jó, ha 200 embernek tud adni munkát, és hát nem a TS dolgozói zömmel, nem a TS dolgozói lettek a földművelők, hanem egyéb területről is bekerülők, vagy éppen új emberek azok, akik ezt a mezőgazdaságot csinálják, megítélésem szerint már jól begyakorolva, de az a fajta múlt, amiben mi is együtt voltunk, az már ugye nem az a világ, ami most volt, most van már. Akkor azt szeretném még megkérdezni, hogy kik vannak még esetleg olyan élő tanúk, akiket ebbe a kérdésben meg lehetne még interjúvolni, mert maguknak is gyönyörű szép emlékeik vannak, és hogy tudnak-e esetleg ilyenről valakiket nekem ajánlani. Már ide tessék figyelni, éppen már sokat Cecillel beszélgettünk, vagy találkoztunk, mert mondtam éppen, bocsánat, egyik a másik, hogy mondtam a Bélatyának vasárnap, mondom, Bélatya, le kell mondanom a misérőn, mert nem bírok begyönni már a templomba. Hogy annyira kiöregettünk már, igen, hogy már akik a T1-ben voltunk itt Örvényen, csak igen, ketten vagyunk benne, akik törzs, mondhatom, igen, hogy T1-tagok voltunk. Mert igen, azok, mondjuk egy Egerben van, nincs is Örvényen már. Igen. Nincs is Örvényen. Hát én Reginával, meg Péterinével dolgoztam. Meg ide kettőn is van, meg velem. Meg még Matild volt ott, de Matild megbetegedett, igen. Lonkával, akkor hatan voltunk, mikor én ott, az nagyon jó brigád volt azért, mert
akár... Hát egymásnak a kedvéből lettünk. Igen. Tényleg úgy volt, mint hát család. Később, ugye már egy másik adásban beszéltünk a Szocialista Brigád mozgalomról, amit én semmiképpen nem akarok se becsülni, se nagyra becsülni, ellenben majd egy kép talán lesz erről a brigádról, hogy én ezekkel találkoztam, azzal a brigáddal, akik a Katalin Majorban voltak, csirkések, akik szintén egy karra dolgoztak, és hát azok közül még tulajdonképpen Ocelláné, ugye? Igen. Csak megvan. Ő megvan, hál' Istennek. Meg Esztike, van meg, hogy fiatal lány volt, Túri Eszti. Igen, Ada Juliska pont ma egy hete volt itt nálunk. No, hát eléggé le van ő is. Ő kicsit csántik, én is néha szoktam velük beszélgetni. Igen, le van romolva. Na Tótni bírja még magát, elég jó, strapálja magát, azt Juliska, de ő magának valahogy nem áll senkivel se szok. Igen. Azt mondja, Tótni úgy ki van cserélve, hogy azt mondja, ott lakik a szomszédban, és ha véletlenül virágos kertbe bemegy, azt mondja, ha meglátja, hogy ő a gyönkör útra, azt mondja, akkor gyorsan szalad befele. Hát mióta eljött a TSZ-ből Juliska, meg eljött Izéné, már Tótni is elment nyugdíjba, még egyszer sem ment át nálok, annyira magának való. Ez a Tótni. Tudom, így már eszembe jutott. Igen. Csak első látásra. Azt Juliska abszolút nem tartsa vele a kapcsolatot. Igen. Pedig hát ottan mondhatom, hogy az elébb is mondtam, hogy ott még a testvér se volt különb egyik a másikától. Mm-hmm. Ott egymásnak tényleg. Mm-hmm. Én nekem mindig az ott a csirketelepen a dolgom, hogy kimentem reggel, akkor kettő ment le a pajtába, na Ilonka, te végezzél, mit csináld a reggelit. Igen. Akkor ugye körbe sütöttem a szalonát, a tojást, igen. És akkor mire felgyőttek, kész volt. Igen. Ennyi. Hát ott is tulajdonképpen ugyanaz a csirkenevelés folyt a Katarinba, igen. Mint máshol, vagyis egy fekvőkéményes előnevelő, igen. És akkor pajtákban volt. Igen, a csirkék. Kitelepítve. Három pajta volt, kőpajta, meg a két dohány pajta. Igen. A sok minden emlékeink szerint volt, amivel a TSZ későbbiekben, amikor már kezdett jobban menni, tudta támogatni a tagjait. Ez akár a Háztályi Föld, akár ilyen részes gyűjtések, vagy selejtállatok, vagy építkezéshez való segélynyújtók. Részesültek-e valamilyen szinten maguk? Én semmiben nem részesültem az ilyen dolgokban. Kézi erővel, amit tudtam, megszereztem, engem nem, semmiféle támogatást nem kaptunk. Igen. Semmiféle támogatást. Ugye, mondjuk annyi támogatást kaptunk, hogy a munka után, ahogy neveltük a csirkét, kaptunk prémium csirkét. Ez egy dolog. Hát azt tetszik tudni, hogy nem tudom hány ezer darab után adtak négy darab csirkét. Hát meg az elhulláshoz volt kötve. Igen. Van nekem meg egy majd talán lehet előkerül egy régi normál gyűjteményem, amiben minden megvan, hogy kik miért fizettek, hogy többek között más nem mondjak, a tenészeknek még a farokmosásért is volt. Megszabva norma, aztán a végén ezt el lett törölve. Jaj, lehet, hogy akkor, mert a Lén uram nem tudom hány évig volt fejlesztetni, mert ott először ott kint a téglagyár körül valahol volt egy ilyen tehén. Igen. Akkor itten a Katalin Majorban volt aki egy tehenész, akkor utána Gézának szóltam, mondom, ide figyelj Géza, nem tudnám már napját ide közelebb venni, mondom, minden nap reggel este 10 kilométert, mondom, még nyáron megadja, de mondom, télen abban a hóba esik az eső, néha mondom, így mondtam, még, hogy teljesen mondom, elhatáltam. Nylonolba dolgozott Pista? Nem, ott már a Nylonolba idé volt. Roksi. Utána már ló. Ja, bocsánat, volt a Nylonolba, volt tehén ott is egy darab, de nem sokáig utána ló volt. Igen. Mert azért tudom mondani, még akkor volt még a tehén a Nylonolba, amikor Matilda voltunk. Mert mentünk le tehér, hát mondjuk, hogy csináljunk meg egy kis kávét vacsorára, és akkor ez a Csesznok Pista bácsi tette kis mennyire. Ugye bakódott nagyon, most ahogy fejt a tehenet el, és még arra is ugye forgatta a fejét, az köpfőket egy fele a bagót. És akkor mondta a Pista, meg ott állt a tejjel, mert tűzni akart, azt mondja, Pista így meglőtt a tetejedből, adjál már ne a Pista bácséből, öltsél már nekem meg az erénybe. Hát az Pista tűz, azt mondja, mi a Matér, már még nem is mindegy, hogy melyik tejet. Jaj, azt mondja Pista bácsi, nem azért, hogy a maga teje nem jó, csak azért azt mondja, mert a Pistának azt mondja,
ellett tehene van, azt mondja, hogy azért, hogy gyengébb, ugye nem tudod mit mondani, mert szégyelte magát, hogy ne, és akkor azért mondom, hogy volt tehén ott is, csak nem sokáig utána felment mind oda tehén. Persze, meg ment a mentesítés, egyebek. Igen. És akkor lett egy olyan mennyi. Inkább levitték a Jenőt anyájára, és oda még a lovokat tették be, mert igen, ugye a ló is sok volt már nevörvényen, azt ugye oda tették ott lóul. Akkor volt apósom ottan a lóknál, éjszaka éjjel jör. Igen. Azt mondja, hát úgy végezetül, keresetről nem nagyon akarok mélyen beszélni, mert az szokott lenni, hogy az enyém kevés, másé meg sok, de hogy lehetett mégiscsak megélni abból a keresetből, amit kerestek, mert ugye ruházni kellett a gyerekeket, tanítatni kellett a gyerekeket, és bizony valószínű nem volt azért vastag a boríték. Hát én úgy mondom meg őszintén, ahogy volt. Jártam a csirketelepre. De máig Éldának megmondtuk, hogy ne adj oda senkinek a trágyázást, mert nekünk az egy külön pénz volt. Igen. Itt rágyáztuk a csirkeolat, a háromfajtát, munka közben. Mikor szabadnaposok lettünk, akkor mentünk akkor, oda. Igen. Az is egy kis pénz volt. Igen. Itt több volt a keresetünk. Igen. De amúgy nagyon meg kellett dolgozni azért a pénzért, amit kaptunk. Nagyon. Igen. Nagyon. Mert azért doktor úr, mikor két fajtát kitermeltünk, Lévelné takarmánnyal, egyfajtában 35 zsákot kellett kitolnunk taigával, még beleönteni az etetőbe. Igen. És mindig a harmadik pajta már a másik brigádé volt, aki jött minket leváltani, mert ugye sok két műszakban dolgoztunk. Úgyhogy sok volt három pajtát egyből feltakolni, úgy adtunk, ugye átadtuk a teli etetőt, vagy esetleg még utána még aki elment oda, mert ott volt, hát körülbelül várjál, hogy is volt a csirketelepen a kis csirkék, azt hiszem, hogy hát 21 ezer valahogy. 24 ezer. 21-24 ezer csirkék. Mert 8000-ben volt szél. A fajtába, igen. Igen, igen. És azért ottan a kis csirkével több baj volt, mint a nagyon, mert nagy volt a gond vele, hogy ne nagyon legyen meleg, meg ne fázzanak. Hát akkor 24 órában dolgozott. És nem beszélve, doktor úr, hogy minden este a csirkeolót ki kellett rágyáznunk, ki kellett hordni az almot, és akkor frisset alá tenni. Addig még 5 vagy 4 hétig ott volt, mert 4 hét után telepítettünk. Igen, van. Így van. Hát arról nem is beszélve, hogy a vetőkéménynek a kemencéjét meg etetni kellett. Hát, nagy, hosszú fákkal. Igen, igen. Hát volt, mikor a izét tettük rá a szánkónak a izét, a talpát. Azt igen, tettük akkor rá, alig bírtuk begurítani a nagy örömköket, meg a izéket, de valahogy akkor ketten megfogtuk, azt akkor elég volt, hogy rátettük a kemencének a szájához, így keresztbe tettünk egy fát, így a izére, és akkor rátettük a fát, és akkor lapáttal begurítottuk, mert másképp nem bírtuk. Nem beszélve a vízről. Ugye egy csap volt bent a kis csirkéknél, ahol az előnevelt csirkék voltak, és arról itattunk. Igen. A három pajtába mondjuk ott is volt egy csap a két pajta közt. Igen. Ugye ott nem is csap volt. Jóval utána volt. És volt rá eset, hogy elakadt a víz, nem volt, mert a tehenek, lovak minden egyszerre onnan ittak, volt. Nem volt nyomás. És akkor vederrel hordtuk fel oda a kis csirkékhez. Legyöttünk, itt volt ide lent a lauistálóval szemben a gémeskút. És akkor azzal hordtuk meg a vizet. Bizony jöttek, ugye délbe volt váltás. Nem tudom már, hogy még akkor az állatorvos, aki volt ott nekünk, doktor úr előtt valami. Koska volt, Bártfai. Bártfai, tényleg igen, a hámakatóba igen, 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 igen. Bártfai biztosan. És akkor hát akkor útba találtunk ilyen dobozt, de rá volt írva, mert ugye papíron még nem olvadt le, hogy ilyen permet doboz. Igen. És akkor igen, hát ugye Matil találta meg, hát ő felhozta a dobozt, egyenesen biciklire jut, és ment be Bárfő Györünköt, nézze meg a dobozt, hogy milyen, illetve a vizet mérje meg, hogy milyen mérges, hát azt mondta, hogy hál' Istennek nem volt annyi benne, hogy az egész üzet megfertőzte volna.
Igen. De azért egy darabig ne úgy szivatták ki tűzoltóval. Igen. A idég vizet, hogy utána hogy tudtunk még, ha kellett, ha rá voltunk szorulva, mert olyan is ott, hogy eltört itt ott a csapos, nem volt víz fél napig, meg egész napig. Igen, igen. És akkor a kerekes út nem volt már még? Mikor ott voltak Cecil néni még? Nem, kerekes volt. Egy gémes kút volt. De volt a izébe is, ahol a tyúkok voltak, ahol a fekvőkémény volt. Nem volt. Volt itt egy kerekes volt, csak már nem üzenem. Mi már abból, igen. Mi abból értünk. Mikor mi ott voltunk, nekünk már nem volt. Akkor már lehet, hogy elbontották, de én még abból miért? De még tera, hogy lett volna ottan kút az udvaron. De ez lent volt a végibe, annak a, mert ez körbe volt kerítve, és ott a végibe volt egy kerekes kút, mert mi arról írtunk. Jó, de utána arra tehén? Nem idefent, hanem ahol voltak, mert három épület volt, ami csirkehol volt. Igen, igen. És akkor ottan a végibe volt, az épületeket elhagytuk, akkor ott a végibe volt egy kerekes kút. Mikor mi voltunk? Abban a gyümölcsösbe. Igen, majdnem a gyümölcsösbe. Nem emlékszek arra. Akkor már azt nem volt. Nem volt, akkor már itt idefent volt. Nem. Nem. Akkor már be volt vezetve a vezeték, és ott igen, a akkor már csak volt. Hát ugye 60-ban volt. Igen. Igen. Nagyon sokat kellett dolgozni, igen. Hogy rendbe tartsuk a csirkéket, ez biztos. Igen. Az biztos. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy azok az első belépők, vagy igen korán belépők, azok nem tudtak kétféleképpen dolgozni. Már a 80-as évek felé olyan dolgozók voltak, akik másként dolgoztak otthon, és másként dolgoztak a munkahelyen. Na, az első generáció, az többek között az öreg kis Jóskával csináltam az első beszélgetést, azok még csak úgy tudtak dolgozni, ahogy otthon is, nem volt különbség. Így van. Azt akarom mondani, hogy kár abba hagyni, ha úgy gondolják, esetleg majd máskor folytatjuk még egyszer, ha lesz valami muníció, de nagyon jó volt azokkal beszélni.